Óriási nagy tipisek. Gyertek gyorsan. Közben jár a futás. Na, szóval ez az etetőszék, majd itt most támadnak mindenki, és közben beszélgetünk, hogy ugye ők most 6-7-esek, mind a három kislány Németországból érkeztek, 1200 kilométert utaztak nagyjából, és nagyon megviselte őket az út különben, két napig nem ettek, és nagyon kétségbe voltunk esve, hogy mi lesz velük, de aztán most már teljesen rendben vannak, egészségesek. A mamával olyan probléma lett, hogy egy hétig etette a kicsiket, egy idősebb tigris mamáról beszélünk, na hát így jönnek. Csak az az egyből, hogy ilyen ronda anya jutott neki. De hát most ez van. Jó, adom. Na és egy hétig etette a piciket a mama, és egy hét után kapott egy méhgyulladást, és emiatt be kellett altatni, mert ezeket nem olyan egyszerű kezelni. Az altatás miatt viszont elapadt a teje, és így a kicsiknek már nem volt semmi. Viszont az egy hét az bőven elég volt arra, hogy kapjanak egy nagy löketet az élethez. Rengeteg ritek, azért ilyen erősek, az immunrendszer úgyhogy teljesen rendben vannak. Azt tudni kell, hogy a szibériai tigrisek azok már nagyon kihaló félben vannak, a veszélyeztetett faj, néhány száz él már csak a világon belőlük. Engedjünk neki is egy kicsit, és akkor megnyugszik. Ahogy szívjuk. De szívjad. Gyerekem. Ahogy farolj ki, és mennyi egy év alakú. Tehát néhány száz van már csak a szabadon vagy a természetben. Főleg állatkertekben van, de az állomány nagy része viszont ivartanított, tehát nagyon gyengén szaporodik a szibériai tigris. Ők majdnem tiszta vérű szibériai tigrisek, ez is ritka már, csak a természetben van és nagyon kevés állatkertben. A másik két nagy tigris, ők hibridek, ilyen 89%-os a lány, 98%-os a fiú. Ők 98%-a szibériai tigrisek, úgyhogy velük az a cél, hogy kapnak egy, talán egy tiszta vérű szibériai tigris papa, fiút, és akkor tenyésztjük a szibériai tigriseket, és akkor lesz sok kis magyar tigris. Így van. Gyerünk oda, egyél meg valakit. Rendkívül aranyosak különben, eszméletlen jó fejek. Úgyhogy azaz, most valakit megláttunk. Együk meg őket. Hát később már nem fogom mondani, hogy együk meg őket, mert beváltják. Szoktam arról beszélni, hogy a szibériai tigris, vagyis hát a tigris meg az oroszlán között az is különbség, hogy az oroszlánnak nem táplálékállata az ember, a tigrisnek igen, tehát a tigris az vadászik az emberre, szereti az ember húsát, úgyhogy... De gyerek, mennyit eszünk? Nagyon sok. Akkor ők már mikor gyere húsi, de meg lehet. A példa erre egy szlovákiai tigris farm, ahol 26 anya tigris van, és ahol a mai napig a nagy kifejlett tigrissel játszanak a vendégek. Tehát ugyanolyan kedves kis... Ott játszanak a szorabban. Olyan dili ez a bácsi, hogy hagyja. Hát igen, szóval ilyenkor, amikor ilyen csöpségek kerülnek az ember kezébe, akkor megbolondul. Tehát elkezd sejtítve beszélni hozzájuk, meg ilyenek. Tehát ez sajnos ezzel jár. Nagy macska! Gyerünk, megyünk, legyünk meg valamit. Megeszünk valamit? Nagy macska! Délelőtt rendkívül aranyosak voltak, nem akarom elkiabálni, kézről kézre ment. De hát, hogy majd most milyen lesz, azt nem tudom. Hát majd próbálok rájuk hatni, hogy ne legyenek dilisek. Jó. Akkor nem te leszel. Jó, hogy van három. Mert valamelyik biztos, hogy normális lesz. Jó. Hadd bújjunk oda egy kicsit. Így. Jó, egy kicsit ellopjuk. Egy kicsit ide is oda bújjunk. Bújjunk, és jövök vissza, amikor... Ez az, bizony. Úgy ám, jövök oda. Jó, mondjuk is. Jó.
az a helyzet, hogy tudja, hogy megkísérjük el valamit. Az a baj, hogy nagyon sokára jön ki belőle. Másik farmer már nincsen meg? Délelőtt is elmondtam különben, hogy iszonyatosan tudnak szeretni a vadmacskák, vagy ezek a nagymacskák. Nagyon sok szeretetet tudnak adni, és tényleg őszinte szeretetet, és iszonyatosan sokat követel vissza. Tehát ha én elmegyek a mungó mellett úgy, hogy nem megyek oda és nem simítom meg, akkor baj van, és onnantól kezdve három napig mi nem beszélünk. Nem jön oda. Tehát amikor én akarom, akkor nem jön oda. Úgyhogy olyan nincsen, hogy rossz hangulatom van, és elmegyek előtte, és nem szólok hozzá. Nagyon. És hát próbáljuk őket egészségbe fölnevelni. Így van, gyerek. Töpigé. Töpögőgé. Hát a holnapi naptól egy kicsit félünk meg a gyereknap, meg a szűkös, meg minden. De annyiból jó azért, hogy nem idegbetegek, csak az lesz a rossz, hogy olyan, mint hogyha itt most kimaradt volna 5 ember, holnap nem 5 fog kimaradni, hanem 55. Úgyhogy, mert szerintem egy 10-15 kézben négy többen nem tudjuk beletenni. Hát itt azért most vagyunk olyan 20-25-en, 50 kézben biztos voltak, úgyhogy... Így van. Tehát ennél többen biztos nem is lesznek 100-an, akkor már ugye a fele elmegy. Tehát szerencsés, aki az ilyen napokat választja. Már szaporúzkodtak. Na gyerünk! Akkor Zuri, az majd egy túra. Na igen. Nincs baj, vele nincs baj, hogyha ott hagytuk a kicsiket, akkor ő nem is nevelne. Tehát ő megszüli, vagy leteszi itt a sarokba, vagy a másik sarokba is elfelejtette. Nézd, hogy rossz vagyok.
Köszönöm, gyere, most engedjük ide másodnak, jó? Nagyon közel vagyunk. Az a helyzet, hogy teljesen mindegy, hogy hol vagy, mert olyan fotók vannak állandóan, hogy valami csoda. Hát jó. Hát ez gyönyörű vagy. Hát csók, ne adom még oda, majd visszahozom, csak még kell mennem. Egy csókot, azt kaphatsz. Harapjuk meg őket. Mindenkit harapjunk meg. Jaj, de jó neki. Jobban vitálkedik, mint az oroszlán. Sokkal másabban. Egészen más. A fülembe simán, hát a tiszta lúk a fülembe. Ha valami kérdés van, nyugodtan kérdezni kell, szoktam válaszolni. Kecsketei és ilyen speciális tápszert keveréke. Nem szoktunk ilyen tápszert adni különben az állatoknak, viszont ez egy nagyon érdekes dolog. Hogyha elkezdjük az állatoknak, hajnos, a svájciak azok gazdagok. Nem tudták, hogy ilyen szegény állatkertbe kerül. Jaj, de jó volt! És itt most már kezd fölébredtünk. Jó van. Szerintem ő a Rejka. Úgy hívják. Ő a Nadinka, ő pedig az Usszuri. Azt a legtöbb bele van. Azt még el szoktam mondani, hogy a jött ide foglalkozunk ezekkel a kis állatokkal. Nagyon sok nagy állatot és kis állatot megismertünk így ragadozók szintjén. És azt el szoktuk mondani, hogy nagyon sok szeretetet tudnak adni, és iszonyatosan sokat követel vissza. Nem mehetek úgy el egy ragadozó mellett, hogyha nem simítom meg, mert többet nem áll velem szóba, és ez tényleg így van. Itt vannak ugye a nagy az 5 éves. Igen, még azt szoktam elmondani, hogy az oroszlán és a tigris között van egy nagyon nagy különbség. A tigrisnek táplálékállata az ember, tehát szereti az ember húsát, az oroszlán viszont nem. Tehát az oroszlánnak nem vagyunk, egyszerűen nem szereti a húsát, úgyhogy nem vadászik, a tigris az igen. Korosan el szoktuk sütni, hogy igen, most már csak ő lőheti, más nem. Igen. Sajnos még mindig lövik, de talán rájön a világ, hogy vigyázni kell rájuk, mert gyönyörű állat. Az állat népszerűségi listának a 4. fokán van, az oroszlán csak a 26. Melyik az első? Ki tudja? Panda. Nem, hanem a delfin. Pedig azt a legkevesebb, azt lehet legkevesebb. És utána jön a panda az 5., azt hiszem valahogy ilyesmi. Így van. És nem a panda, ez a fekete-fehér. Ugye az a panda? Az az, igen. Állatkert! Nagyon ért az állatokhoz, viszonyatosan. És akkor néha megkérdezem, hogy miért van vénulás. Ez rájuk nem vonatkozik, tehát ők a sertéshúst is megehetik. Úgyhogy talán azt szeretik a legjobban. Igen, kicsom a gondolat. Testem már ugye nagyobb. Annyira nem körbe, úgy nagyon jó, így. Ha bújhat, akkor semmi baj nincs. Ha bújhatunk, akkor semmi probléma. Akkor meg, ha aranyaklánc van, azt meg szedi le felé. Nadinka. Gyere gyorsan vissza. Nehogy már ilyen sokáig legyen ott. De macska, macska, macska.
Köszönöm szépen!
Ha ha ha.